van megint ilyen kertésztem, úgyhogy csinálunk megint kakaós csigát. Akciós pulton találtuk. Mennyivel volt ez most? 40-ben volt leárazva. De jól néz ki ez is, ez a... Ez nagyon jól néz ki, egy teszfönt. Kakaós csiga a legegyszerűbb, és szerintem koszoriban csináljuk. Itt meg a kis díszes csapat nézegeti a melót. Nem fogyt ki a kakaó. Hát egy kicsit. De csak ez a kezdő volt. Egész szépek. És azért nagyon hamar készlettek itt a koszoriban. Pici? Na Ali? Kérem Aliét. Na csak iszik, iszik, iszik. Na? Menjünk közelebb. Na. Ja. Uram, anya kiszolgálja önt, jó? Hú, ez... Le tudod harapni? Nya. Harapd. Ödni. Finom, friss. Ezt megnézem. Azt mondják, Puzeti talált valamit. Mit találta? Mi ez? Egy szocskét. Új, de ügyes vadász vagy. Egy szöcskét talált. Jaj, de ügyes vagy. Hát a hurka mit kap? Injekciót. Aliza beoltja a hurkát. Van neki orvosi táskája. Beoltottad. Hát most nézzétek meg, mit játszanak a gyerekek. Hát nézzétek meg, milyen kis okosak ők. Te is beoltod? Szerencsére ez a Szuri nem fáj. Igaz, Szuri? Szerencsére ez nem fáj. Ez játék, Szuri. Igen. No, vettünk a ma a Lidl-ben rémtúrót. Kezded el, hogy ez rémtúró. Kérsz? Igen. Halloween, aha. Igen. Na. Ki szépen vacsorázik, és letörli az asztalt, azt kap ilyen finomságot, jó? Olyat? Hát nem iszett neked tavaly, az az igazság. Szerintem nem szeretted azt a léger csókot. Na, megpróbálom kinyitni. Nem tudom fékézzel kinyitni. De talán kitudom. Fogd meg egy kicsit? Fogjad? Jól fogjad? Másik kezeddel is fogjad. Fogod? Igen. Hát, nem fogod. Te itt fogd meg. Úgy fogjad. Ide nézzetek, ilyen színe van ennek! Azta! Kóstoljuk meg! Kóstold. Elvileg vérnarancsízű. Na, milyen? Fincsi? Hát... Tényleg rémtúró. Nagyon menő. Sziasztok! Na, kik vannak itt? Mit csinálsz? Laza. Na, hova jöttünk, Liza? Ugye Liza elmondja, hogy hova jöttünk? Kiállítás.
Milyen kiállításra jöttünk? Barbie kiállításra jöttünk. Egy apróka vagy te itt mellettem. Na, kihasználjuk. Hát igen, ez itt egy kicsit, ahogy mondtam, forgalmas helyen lévő pláza. Az alléban van október 31-ig Barbie kiállítás. Úgyhogy ide tartunk a gyerekekkel. Alex is itt van. Úgyhogy ez itt egy nagyon-nagyon-nagyon forgalmas helyen lévő pláza. De szerencsére itt kint lett egy parkolóhelyen kicsit. A bekezecskét. Na, úgyhogy fogom őket, átkelünk az ebben, aztán majd jelentkezünk az alléból. Találtunk! Nézd oda! Egy kis kutyit. Kis kutyit. Ez egy díszítés. Ella. Az Allé kutyusa. 2022. Allém kutyabarát bevásárlóközpont. Wow! Ó, de jó itt a levendulásban, de jó vagy! Te is felülsz. Ali is megnézi a kutyit. Ott a Ali kutyusa, nézd csak! Na, menjünk, nézem! Itt lehet valamit pörgetni. Na, keressük meg a Barbie-kat, jó? Jaj, miket találtunk, itt jártunk van kertünkben. Ez milyen volt? Flying Tiger. Flying Tiger. Én óriási nagy üstök. De mekkora? Nézd, mekkora! Ekkora kéne nektek, hogy tudjatok gyűjtögetni. Az nem robot, az egy koponya. De mekkora ez az üst? Óriási. És az a pók, oda néz. Itt is van valami szőrös pók ott bent. Na jó, mehetünk tovább. Keressük a Barbie-kat. Hol van? Itt van a lakatos már valahol. Csak a hangját hallom. Instagram sztoriként értékes Barbie csomagokat, Barbie ajándék csomagokat nyertek. Az utóbbi években az igazán modern sziluetteket az utcai divatban is az izgalmas létezőse vagyják, erre majd láttunk példát a fiú modelleken. Erősségük az alapszínekre építettek, jól kombinálható ruhatár. Ugye kapszula gardrób, ami arról szól, hogy alapszínekből, kékből, bézsből, barnából, szürkéből megvegyük a legfontosabb darabokat, és utána azokat kombinálják. Number, I've been letting you know how I feel.
Hey!
up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there, pretending to cry. You on repeat, you can't see shit cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. That's just another sign. Not growing up, you're growing old. Your life keep passing by. Up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, against 1,000 guys. My intuition efficient, cause I can't use my mind. Don't try to tell me how it's done. You haven't done your time. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Igen, igen, nincs akikkel lesznek a gyerekeknek. Lehet jönni majd Halloween-kor gyűjtögetni. No, feléptünk hozzátok élőbe az Aléppal, és megmutattam úgy élő videóban is a Barbie kiállítást. Nem tudom, hogy mikor fog ez a vlog ugye kikerülni. Hát, hogyha nem léptem volna fel élő videóba, akkor szerintem még most hétvégén kitettem volna csak ezt a részt, hogy Barbie kiállítás. Így viszont akkor csinálunk belőle egy vlogot. Mit szóltak? Itt vannak a gyerekek. Noé-t nézzetek meg, és azt sajnálja Noé, hogy nem hozta be a legyezőjét. Nézzetek meg, micsoda legyezője van a gyereknek. Hát a Márk biztos, hogy elalélt van a legyezőtől, ugye? Szeretjük a Márkot, igaz? Szeretjük a Márkot? Igen. Szimpatikus a Márk, nagyon igen, úgyhogy... Úgyhogy amikor magoltam nektek, le lesz véve a hang, mert pont amikor odaértünk, nem tudtam róla, de egy ilyen divatbemutató nap van itt a lakatos Márkkal az Alléban. Úgyhogy, ha már ott vagyunk, voltunk, akkor megnéztük ugye a vitrineket, meg utána persze a rózsaszín menő kedillekbe is beültek a gyerekek, meg megengedte a tulajdonosa, hogy beüljenek, úgy büdösül itt. Nem? Nagyon csatornaszag van. Úgyhogy most pedig kijöttünk ebből az őrületből, ott az Allé és környékén, 11. kerületből. Megyünk kifelé, megyünk a 22. kerületbe, a Dunapartot megnézzük, és akkor megígértem az élő videóban, hogy akkor bejelentkezünk onnan is egy kicsit hozzátok. Szóval akkor onnan is majd lesz egy de itt a iszépé is jöhettünk volna egyébként, na meg egyébként ezek. A Kopaszigátra, mert az meg itt van. Itt van a Kopaszigát, ott. Várjátok. Ja, így nem tudok átfordulni.
ott kell bemenni a Kopaszigáthoz. Hát ez most nem mond nektek sokat, de hol vagyunk? A Budafoki út. Hengermalom és Budafoki út kereszteződésénél vagyunk. Itt van a... Hogy hívják ezt? Új Buda Center. Úgy bizony. Új Buda Center. Itt van az Eleven Center is, ugye? Igen. Itt kell bejönni a Kopaszigáthoz, ami szintén egy gyönyörű hely, de mi mindegy, most már megyünk a nagyetényben a kastélyparknak a Dunapart részére, lesétálunk veletek, úgyhogy itt úgy van a center, igen. Na, úgyhogy ott onnan jelentkezünk majd. Itt a Duna, igen. Na, megjöttünk. Csak félkézzel vagyok. Megisztom még itt a maradék kávét. Itt vagyunk a nagytétényben a kastély. Itt a kastély. Szóval itt vagyunk a kastélyparkban. És itt majd lemegyünk. De jó sokan mennek le a Dunapartra. Itt majd lemegyünk mi is. Most lepült el. Hogy nem. Úgyhogy mindjárt szerintem fellépünk élőben hozzátok, és akkor együtt lemegyünk a Dunapartra, jó? Jó! No, itt van a gyönyörű szép Dunapart, most már lefelé megyünk. Már. Csak hát most kiléptem az élőből, úgyhogy itt voltunk. Itt homokoztak, kagylóztak, köveket dobáltak. Itt egy tutaj, kezdetleges fázisban, de itt voltunk lent, akkor itt van egy kidőlt fa, ott valahol azon hintáztak, gyönyörű, csak már indulnak haza a fasírtért. A fiúk már ennék a fasírtot. Hát ezen még mindig keresi, rengeteg kagyló van, nézzetek meg az élőt, és ami megyünk. De itt voltunk a gyönyörű szép Dunaparton. Az a karcsomút szegénykém, nézzétek, ott tök egyedül, úgy sajnálom, itt van. Hát hol vannak a barátai? Szegény. Ott. Lefölúszkál itt tök egyedül, nincsenek itt a barátai, sehol egy másik kacsa nincs. Hm. Ott úszkál, ott. Na, Liza, maradsz? Megy úszni? Nem. Hát dobti akkor ki, keresi valami szemetes, hogyha így eldobálták. Na gyere, Lizó! Na, megyünk. Itt is van egy kis hasú. Botni. Pápa, Lizó, viszlátni! Na, és hol van a kincses dobozotok? Ott van még olyan a szobornál? Na jó van. Megnézzük mindjárt. Nem kell úgy futni. Még a Lizát meg kell várni. Ilyen szépek a fák már ilyenkor. Gyönyörű. Csoda szép ez a hely. Bement a kutyus. Tényleg úszni jött. Bement a kutyuli. Jövünk, Gudikám, jövünk. Na. Megyünk, megnézzük, hogy a kis kincses dobozzuk megvan-e még ott a szobor mellett. Na, és itt élőben jöttünk át. Hogy mindjárt húhognak nektek a gyerekek. Itt ketté válik az út. Mi arra mentünk, de lehet erre is. Jó. Húhogtok egyet? Húhogtok ott az alagútba egyet? Nem. Akkor várjátok egy kicsit, hogy jöjjenek ki a kutyussal. Liza, várjál! Várjál meg! Lelép bele! Dudi! Majdnem beleléptél! Te! Na, húhogjatok egyet! Várjátok meg! Itt!
Sziasztok! Hú, de mély hangja van a Lizának. De mély hangod van. Most jön egy vonat, akkor úgy megijedünk. Várjál, kutyus, ne ijeszd meg! Várjál, itt állj meg, állj meg, állj meg most, várjál! Na most! Hú, de jó! Ali! Hú, vagy Ali! De jó, hangos, ugye? Na jó, vagy mennyi? Igen, te mondtad, hogy merre kell jönni. Arra is lehet menni? Hú, mennyi autó van itt, a jó Isten, mennyien vannak itt most ezen a parton, nem semmi. Jó sokan. Csokit. Fasírtot. Ha szépen vacsizol maximum, akkor jó? Az biztos. Na, megvan a kincs? Megvan? Igen. Jó. Sok kavicsot. Hoviba. Hoviba kettő? Igen. Jó. Hazam szívesen. De merre van a haza? Erre. Bizony. És bele fog borulni a kocsiba? Óvatosan. Na jó. Apa, bár én takarítottam az autót, úgyhogy... Ha bejelenthetik a táskába. Milyen táskába? Bele nem jössz a táskába, te! Állj, stopp, itt autók jönnek már, jó?